A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara is megjelenik már évek óta itt Szekszárdon a pályaválasztási kiállításon, hiszen nem gondolnák sokan, de a pályaorientációban, illetve a szakmai képzésekben nagyon nagy segítséget tud nyújtani a kamara. És hogy miket ebben Horváth Vörös Mária pályaorientációs tanácsadó lesz a segítségemre? Miben tud segíteni a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara a szakma vagy a pályaválasztás előtt állóknak? 2013 óta jelenik meg a kamara itt a pályaválasztási kiállításon. Minden évben arra törekszünk, hogy a 7. és 8. osztályban lévő diákokat segítsük a továbbtanulásban. Igyekszünk a hiány szakmák, illetve a szakmák irányába terelni őket, mert hisszük, hogy az a diák, aki szakmát tanul, illetve a későbbiekben ezzel foglalkozik, magas életszínvonalon tudja a családját eltartani. Hiszen látjuk, hogy nagyon nagy hiány van a szakmákban dolgozókból, akár egy köműves, villanyszerelő, ács, lakatos, autószerelő, a mai világban már nagyon kevés van. Én, mint pályaorientációs tanácsadó, igyekszem kimenni Tolna megye összes általános iskolájába, és osztályfőnöki órákat, szülői értekezleteket tartani, hogy minél szélesebb körben tájékoztassuk a szülőket. Nagyon fontos dolog, hogy az a gyermek, aki szakmát tanul tovább, az mindenképp a kamarához fog eljönni, mert hogy itt ellenjegyezzük a tanulószerződését, amit későbbiekben a gazdálkodó szervezetekkel tud megkötni. Amennyiben nem ismer gazdálkodó szervezetet, vagy olyan helyet, ahova ő el tud menni gyakorlati képzésre, mi ebben segítjük és képviseljük a továbbiakban az érdekeit. Fontos tudni, hogy a duális képzés keretén belül az első 1-2 évben szakmától függően egységes a gyakorlati és az elméleti képzés. Ezek a gyakorlati helyek felkutatása bizony nagyon sok problémával szokott járni, amihez mi nagyon nagy segítséget tudunk nyújtani. Terveink között van a jövő évben is megszervezni a Szakma Aréna rendezvényt, amit idén már nagy sikerrel megtartottunk. Több mint 700 érdeklődő volt, ahol csupán csak a hiány szakmákat mutattuk be, de jövőre szeretnénk bemutatni az összes hiány szakmát, illetve kiegészíteni a női szakmákkal, mint szépítészet, fodrászat, kozmetika. Az iskola látogatásokon kívül van-e lehetőség a szülőknek vagy a diákoknak bemenni hozzátok ügyfélfogadási időben és érdeklődni, segítséget kérni? Így van, előreegyeztetett időpontban egyéni tanácsadásra tudnak hozzánk bejönni, illetve a tanulószerződéses kollégákhoz. Ővelük végig tudják már nézni az adott gyakorlati helyeket, velem pedig az irányultságot tudják megkeresni.